Sziasztok! Csizélat vagyok, ez pedig itt a Conan Exiles Savage Wild. Ebben a részben elindulunk Black Ice, illetve Star Metal vadászatra. Megmutatom, hogy hol kell keresni őket. Velem van Gabi. Sziasztok! És felszerelkeztünk explosíve arrow-val, kajával, minivalóval, illetve lóval. És már indulhatunk is. Az utat. Éjszakába indulunk persze, mikor máskor mennénk felfedezésre. Mindig az éjszaka. Világít, én nem látom merre menni. Világítok, világítok. Én nem találom az utat meg. Kell fölmenni. Itt. Egy egész föl térkép északi részére tartunk. Enesd a kis lovat. De hogy nem. Jaj, de jó az esetén. Isteni. Nagyon gyorsan el fog múlni az éjszaka egyébként. Tartok tőle, mire odaérünk, addigra a majdnem újra este lesz. Igen. Jaj. Oké. Túléltem. Jó. Ó, ebben nem volt szó. Igen, ott van egy kis esés. Itt is a szélén kell jönni. Jó, itt egy kicsit megállok, nézzük egy térképet. Ugye itt indultunk, ide jövünk, és ide tartunk ehhez a folyóhoz. Itt írja ezt a Frozen Gates, ez az északi bejárat. Oda kell átjutnunk. Itt ezt a tüzes tábort kihagyjuk, illetve a balra fönt a... azok a... őket, azok a szép kis szöcskék. Mik a sáskák? Sáskák, azaz, nem tett eszembe. Azok vannak, illetve itt ezt a tüzes tábort, ezt csak elkerüljük. Vannak itt szarvasok is. Igen, az nagyon szeret téged. Hát jöhet utána nyugodtan. Hol ez az erdő? Itt van ez az erdő, ez egy kicsit sűrű erdő, de el lehet közte. Sűrű erdő. Átlavírozunk közte. Várja, nekem jött egy fa. Na, már mindjárt világosodik egy kicsit. Jó. Ez alakulni a dolog. Ja, várjál, nem jó. Nem jó. Visszalel. Itt fölfele kell menni. Itt még sötét van. Azaz, erre. Nagyon lejövök a víz szintjére is. Hát egy kicsit följebb kell menni. A víznek a színén kell haladni, igen, de lesz itt majd egy nagy troll falu, amit viszont két variáció van, vagy átlovagolunk rajta, vagy elkerüljük. Hát jóban összevesznek a... Össze, hát én neki mentem mind a kettőnek. Hallottam a puffanásokat. Te az úgy nézem, még mindig téged szeret. Mindig jön utána? Ja, erre kell menni. Igen. Ó, mind a jó. Várjál egy kicsit följebb. Várjál, kell megnézni a térképet. Még följött. Nem, ezt el kell kerülni, ezt a hegyet el kell. Nem, nagyon följöttem most már, viszont itt lent kell jönni. Itt kell eljönni, igen. Ó, már valaki ide is építkezik. Azt a neki. Igen, itt van egy nagy trollfalú. Egyébként itt, igen, itt lesz majd. Na, itt vannak a pulykák, például lehet ilyen pulykákkal találkozni, hasonlóak a struccokhoz, illetve a dzsungelben lévő madarakhoz. És itt túloldalon itt van egy nagy trollfalu, ugye mutatom a bejáratát. Ott lehet látni, hogy ott van a bejárat. Ezt kinyírtam egy csapást. Nem nagy életerék van ezeknek a pulykáknak. No, tehát itt vagyunk. Itt lehet látni egy hatalmas
Ralfaluban, ugye azon is átlovagolva eljuthatunk ide, vagy megkerülve a hegyet átmehetünk ugye arra fölfele. Leszálltál? Nem, takarítottam két madarat. Ja, csak már látom a lovad itt van. Az én lovam, az az rajta ugye. Nekem van itt lova még, vagy mi? Vagy ez másnak a lova akkor? Ez lehet másnak a lova. Azt tévesztett meg. Na mindegy, erre főfele. Elkerüljük a falut, nem megyünk be. Egyébként egy nagyon nagy troll falu északi törzs. Megpróbáljuk elkerülni, és zuhanni egy nagyot. Oké? Okay? Akkor lassabban megyek. Lassabban, gyere, mert van egy vonás. Aszta. Ezt hogy gondoltad? Hát úgy szépen le. Jönni rajta. És itt már látszik is a fagyos rész, hogy itt is vagyunk. Te vagy? Igen, valaki jön utánunk. Jó, akkor szépen itt. Ja, ott van, cicamica. Cicamica jött utánunk? Nem baj, leoldalazgatunk, óvatosan ezen az ösvényen. Amennyire sikerül óvatosan. Ó, sok kis hírusz van itt, ez nem nagyon óvatos voltam. Már lent is vagyok. Már lent is vagy? Jó, itt még, még lejjebb megyünk. Jaj. Óvatosan próbálok. Oh! És a cica meg itt ott a hátam mögött. Köszi. Jó. Nézzük mindjárt egy térképet. Hol tartunk. Jó. Arra tovább, és akkor itt jobbra majd. Valahol mekkora följebb is menni. Itt már a idegvészen vagyunk. Jó, igen, itt vagyunk. Nézd csak, mik vannak itt balra, Gavi. Jesszus csom. Inkább nem akarok vele veszekedni. Egy ilyen spéci orszarvú, ilyen nagyon nagy tülke van neki. Itt van egy másik is. Remélem, hogy agresszív. Igen, már rád is rontott, úgyhogy gyere, nyargaljál. Köszi. De letámadja a híjúz, úgyhogy gyorsan ránkunk. Másik is jön ránk, nem baj. Mindjárt itt vagyunk már, egyébként már itt vagyunk a folyóparton, itt óvatosan. Jó. Nincs energiám, úgyhogy én nagyon óvatos vagyok. Ja. Itt vagyunk egyébként már a folyópartján. Itt is van a folyó, amit kerestünk. Arra volna oltár. És erre pedig lesz a kapu. Annyit csinálunk, hogy innen viszont gyalog megyünk. A lovak azok csak követnek bennünket. Itt vagyok fönt, ezen a havas párkányon. Ott egy kis cicamica itt a kerget. Arra egyenes felőre. Ah, most már szuper, most már még kettő. Jönnek utánad? Igen. Nem baj, lecsapjuk őket. Ez egy farkas. Egy farkas. Ez állj meg, állj meg, állj meg. De hogy állok, megesznek. De hogy esznek, én már ütöm, nem ütném őket, ha bírnám, de nem bírom, mert szaladsz. Állj meg, majd lecsapjuk őket. Igen, ezen a részen vannak partok. Azokat... Jött még egy. Van még egy? Hol van? Ja, ez Jézus. Meg még egy fontos. Honnan jönnek? Nincs is ennyi állat itt a környék. Hát összevonzottuk itt a szabadgálással őket. De majd mindjárt csapom. Jó, ennyi. Na, szóval. Itt is vagyunk a folyónál. Nem is megyünk lejjebb ezen a kis párkányon. Végig lehet futni. Itt már lehet farkasokkal találkozni. Itt is van egy... Elunkat. Eljövök. Mindjárt leesik. Áh, én fogok leesni, csak az a baj. Leesett? Hát, igen. Lelöktem. Ah, jó van, gyere akkor tovább. Túlélte. Itt fönt a szélén. Túl... Ó, micsoda épület. Még sérül, még nekem írja, hogy... Na, én nem bírtam megütni. Sérül. A pajzscsapás vérzést okozott neki. Ó, milyen kis épületet épített valaki ide. De jó. No, Black Guys lehet már találni. Én egy kicsit
lejjebb fogunk csúszni, ezért szálltam le a lóról egyébként. Aha, ja, ott van ment a farkas, már jön is. Hol? Ja, itt jön, oké. Okay. Jöjjön csak nyugodtan. Nézem, hogy tudod csak. Hát már nem sok életereje volt neki. No, itt szembe a túloldalt már találhatunk Black Eyes-t. Mindjárt meg is mutatom térképen, hogy itt vagyunk akkor ennél a kapunál. Van egy ilyen kis sziget, körbejár a folyó, és itt lent is van egy Black Eyes kristály, meg fönt is van egy. Föl tudsz menni, Gavi? Ott a föntit azt már szedheted is. A jeget azt eldobjuk, az nem kell, már Black Eyes-t már is tudunk szedni, illetve... Oké. Meg vagy? Persze. A jeget dobd el, az nem kell. Csak már most túl súlyos vagyok. Oh. Igen, az egy nagy kristály volt. Ó, ott volt még egy. Nem baj. Jó, Gabi arról kerüli a folyót, én nem erről kerülöm. Mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Itt van egy kis párkány körbe. Remélem, hogy ez a játékos azért nem fogja elvenni tőlünk a Black Eyes forrást. És itt van egy alsó párkány. Itt lehet látni, hogy itt tele van Black Eyes-szal. Úgyhogy itt nagyon sokat lehet szedni. És ne felejtsük el, amit már az első részben mondtam, hogy a pályának a különlegessége, hogy a nagyobb elemek alatt vannak kisebb elemek. Tehát a nagy kristályok alatt néha található kisebb kristály, tömbök, amik csak akkor kerülnek elő, amikor az ember már szétverte a nagyot, hogy alatta van egy kicsi is. No, itt volt kettő, visszamászunk fölülre, és akkor ott a bejáratnál... Merre vagy, Gabi? Ezt a játékos építette ide, ezt a megépületet? Igen, igen, ezt egy játékos építette ide. Látszanak az elemek. Ez valamelyik modos épület lesz. Valamelyik modos. Na, itt fönt van szintén egy Black Eyes kristály. Itt nem is van. Igen. Lent a, igen, ott lent a vízpartján van még egy. Ez eltűnt, és akkor itt van még egy kristály. Most már is túlsúlyos vagyok. Jeget eldobom, akkor már is jobban állok. Nem egészen, de a lóba betöltjük. Nem tudom, én lobam? Én lobam. Jó. Nem, én itt van mellettem. Oké. Okay. Meg vagy? Na, hát ez az a bejárat, ez az a kapu bejárat. Valami problémám van. Mi a... Hát... Ja, szomjas vagyok. Na, eléggé szomjas. Mert többé a hidegben megszomjazok. Itt a víz a lábodnál, így áll. Már ittunk. Na, ez az északi bejáró. Egy térképen is jelölve van. Itt lehet föl bejutni egyrészt az északi havas részre. Hegyeken átmászva is be lehet egyébként jutni, de meg biztos, hogy vannak más bejáratok. Ez egy egyszerű. Itt már mínusz 20 fok van. Egyszerűbb, igen, és ennek az új modnak köszönhetően lehet látni, hogy sőt már mínusz 21-22, egyre hidegebb az idő, ahogy bejöttünk ide. No, ha bejövünk itt ezen a kapun, ugye egy nagy részhez jutunk. Sima koldot írja csak? A kold meg a very goldig bírod egyébként, addig nem sérülsz, csak az extrém goldnál. No, hát itt véget ér a folyó, itt beértünk, lehet látni, hogy itt abba is maradt a folyó rész. Itt van még a Black Eyes kristály, ezt még szét lehet szedni. Itt, illetve a heggyel átellenkező irányba ott fönt vannak fémsziklák, ott, és ott van még egy Black Eyes. Na, ezeket a Black Eyes kristályokat tudom, itt a folyó bejáratnál kívül, illetve belül vannak ezek a kristályok. Itt, illetve van még egy, azt megmutatom, azt utoljára akartam hagyni. Mi? Fogjuk a lóba. Látjátok, elég szép mennyiséget össze is szedtünk. Már 3000 van nálunk. És akkor megmutatom, hogy hova költöztem én.
legalábbis remélem, hogy még ott van mindenem. Itt ezen a dombon fölfele jutva van egy kis párkány. Majdnem így a testem. Ó, ott a házam. Látod, merre vagyok, Gabi? Persze, de hogy látlak? Nem látsz? Itt futok fölfel a hegyre. Beleolvadtál a hóba. Itt van még egy kristály. És akkor itt föl is értem egy kis párkányra. Ide építettem egy kis házikót. Itt van két kandalló, ami nagyon finom kis plusz 24 fokot csinál ebbe a helyiségbe. Megyek, hova kell menni? Itt vagyok fönt, lomtatőn. Plusz 24 fok, az jó. Nem tudom, merre szaladtál. Bármitkodok. Fönt a hegynek az oldalán van egy ilyen kis kinyúló egyenes párkány. Igen, itt nekem van kettő lovam, illetve itt van még egy pici kristály lesz. De úgy építkeztem, hogy ez ne tűnjön el. Szépen itt marad. Magába a lóba belepakoljuk a cuccot. Hát jeget is belerakom, most már meg kell. Annyira. Egy ilyen kis egyszerű kis házikot csináltam. Na? Gabi, merre vagy? Találtam valami füstölőkövet. Igen, akkor ott vagy a túloldalt, megyek arra. Igen, tehát ez volt a Black Ice, most megmutatjuk a Star Metalt. Ugye ez a párkányos hegyel szemközt lehet fölmenni egy szemközti hegy oldalába. Itt alul fémsziklák, illetve sima jég kristályos sziklák vannak. Azok nekünk nem kellenek. Hanem itt egyenest felszaladva a túloldalra itt már lehet Star Metal meteorokat találni. Szerintem Gabi is itt lesz valahol. Egyet szétszedtem. Ó, már szét is bontja egy miatt. Megmutatnám a videóban. Hát, több mint 1000 darabot kiszedtem. Igen, igen, nagyon sokat adnak. Na, ide szemközt a fölfutunk, és itt egy kicsit ja, még tovább jövök. Fönt a hegytetőn. Ott fönt is van füstöl. Hol látod? Erre fönt. Ja, igen, ott fönt a másik párkány, igen. Staminálat visszatöltem. Azt hiszem, hogy ebből esés lesz a vége. Nem bírod a staminával addig. Aha. Lehet, hogy szűk lesz a... Na, ott már jó. Mákod volt. Nem jó helyen jöttél föl, itt kell följönni, és csak itt szépen föl lehet mászni. Ott jöttem föl, ahol mászok. Ott jöttem föl, ahol mászok. Igen, ott van fönt egy. Jó magasan. Hát ott még nagyon magasan van. Nagyon magasat szúrták ki. Jó, ott füstölt. Lent... ott van a másik, ott látok még egyet. Nézd meg, le is jön. Ja nem, az ott marad. Az ott marad. Szétlőtted? Szét. Na, itt én találtam egy sokkal egyszerűbb helyen lévőt. Ne legyen olyan bonyolult. Sima explosív arrow. Szétszedi, kicsit a robbanás hanghoz késett. És már is lehet szedni. Star Metal itt kell, ami upgrade-elve van, 63, 59, 63, 126 szép mennyiséget szed kifele belőle, majd nem túl is terhel. 1173-at szedtem ki egyből. Ó, akkor tiéd nagyobb volt. Aha, fölmásztál? Hát arra azért nem másztam fel, hát nem tudom, hogy fogok mokkalon. Pedig föl lehet mászni érte. Kicsit spécia megoldása egyébként ezeknek a... Itt van egy kis falu. Az nem egy kis falu, és nem ajánlom nagyon annyira, hogy bemenjél. Ugyanis igen, amit találta, az egy Harborian falu, Harborian harcosok vannak benne. Emlékszel a Marketban, láttad azt a nagyon magas nőt? Igen. Na, azok a Harborianek.
tehát olyan két ember magasságú harcosok, nem lehet őket befogni, tehát nem lehet altató lövedékkel, ilyen unkosbotos lövedékkel meglőni őket és bealtatni, viszont alapból ilyen 3-4 ezer életerejük van. Elhaladok a lábuk között, azok olyan nagyok. Igen. No, én mindjárt megszerzem neked azt a Star Metal-t, amit szétbombáztad. Állítottak egy kicsit most a szervenen, Gabi, kicsit jobb lett a stamina. Nem fogy el olyan gyorsan, sokkal többet lehet mászni vele. Aha. Fogd már meg a falat, ez az. De hogy szeded le onnan oldalról? Itt vagyok már fönt, látod? Vagy fogom a... Nem, hát ezt te mutattad, nem? Ezt a technikát. Hogy rá kell ugrani a tetejére. Jó, magad alatt vágod a fát. Magam alatt vágom a fát. Itt. Oda mászok, szétverem. Remélhetőleg el tudom kapni a falad juhanáskor. Ez az, megkapta a falat. Szevasz! Itt van. Na, meg is szereztem. Még szedtem ki 1157-et. Igen, eldobjuk. Dobjuk, átvakjuk magunkhoz egyik növényt is. Egy elég lesz neki. Ott van már 3000, vagy 2330 sztármatál van nálam. Nálam csak egy ezres van. Na? Merre vagy? Hát itt lentebb. Rohangálok. Na, hát ezek a helyek úgy vannak. Megmutatom térképen. Tehát itt jöttünk be, ugye itt ezen a folyóparton itt van azok a Black Ice lelőhelyek, illetve ugye itt volt egy adag. És ugye itt mutattam a fönt a falon volt ugye kettő, a házam mellett meg itt. Ugye az a szemközt a túloldalon, itt van egy egész ilyen párkányos rész, itt nagyon sok Star Metal meteort lehet találni. Az a helyzet, hogy én szétnéztem arra fönt is, ott én nem nagyon találtam semmit, hogy a házam az ott van. Fogd meg, nem fogtam meg, oké. Okay. Gyere lövöd. Keresem Gabi lent. Ja, Gabi lent a marasítát. Ott van egy átjáró egyébként. Az viszont extrém hideg átjáró. De csak annyi az egész, hogy átmegy a hegyen az az átjáró. Nem gondolom látni, hogy mi hideget platra. Nem. Amott is egy ugyanilyen rész van. Egyébként nem nem hidegebb a terület arra. Csak egy átjáró ezen a hegyen. Na. Följöttem ide, fölülre, hogy megmutassam, amiről beszéltünk, ez az a Harborian falu. Azok az obeliszkek, amik itt oldalt vannak, nem olvasható obeliszkek, tehát ez nem azok a világítókeres. Egyik sem. Egyik sem. Igen, én beszaladtam, konkrétan itt van egy bejárat a két sziklapárkány között, és ott is van Star Metal. Ott van lent a Star Metal, ott világít. Én beszaladtam, konkrétan itt ezen a párkányon, amit alattam van, és körbeszaladtam a falut. Ládák vannak lerakva, abban vannak érdekes cuccok, és körülbelül 4-5 harcos van bent, plusz a kapunál vannak ketten, ugye ott lent. Az is Star Metal, meg az is. rengeteg Star Metal van itt egyébként. És nagyon nagy harcosok. Gyere le, Gabi, gyere le. Jó. Köszködik a lovad. Elnézést kérek a nevében is. Na. Nem, ez vas volt. Amaz, ami amarra volt, az biztos, hogy Star Metal. Na, hát itt vannak lent a harcosok. Harborian Warrior Fighter. Meg is lőttem. Nem vagyok, hogy még nem látok senkit. Az a baj, befutnak alám. Tehát nem tudok... Nem tudok úgy rájuk lőni, hogy kimutassa az életerejüket, de... Na, azt hátra sikerül így.
ott van 3600-as életereje van. A másiknak is 3600-as. Eltaláltam, 99%-os. Te hol vagy? Itt vagyok hátad mögött. Itt futok a párkányon én is. A kapunál lévőket lőttem meg. Ja. Ott a templom előtt imádkozom az egyik. Szalad. Igen, ezek rám rontottak, de ide nem tudnak följönni. Ezt már megnéztem. Nagyon nagy harcosok, nagyon magasak, és nem lehet őket befogni, tehát nem működik rájuk a... Van olyan nyilvessző, olyan altatós? Vagy lerakott? Szerintem van. Igen, van nálam. Lőd meg őket. Fejlődés? Kiadta a fehér csíkot a feje fölött? Nem. Nem adja ki. Tehát nem lehet őket befogni, ezt kipróbáltam én is. Nem. De a robbanóstól folyamatosan sebződik. Igen, mert ugye az tüzet okoz. Igen. És amíg ég alatt a tűz, addig és bele tud állni, addig nem megyen már sehova. Nem, itt fog maradni végig addig, míg vissza nem megyünk innen. Nagyon lassan fogy. Nem robban elég nagyot. No. Hát ez lenne a Black Ice, illetve a Star Metal lelőhely. Nem tudom, hogy leráztam-e őket, vagy kergetnek még mindig. Itt van még egy. Hát úgy látom, leráztam. Hopp, ennek nem elég egy lövés. Ó, ennek nem is lesz elég. Na, hát rengeteg Star Metal van. Minusz 29 fok. Ah, tényleg. Minusz 29 fok. Olyan 30-35 körül adja be az Extreme Coldot. Nem, a Very Coldot, az Extreme-et meg olyan 45-50 környékén, az már viszont az sebez. Arra nagyon sok fémszikla, illetve kövek vannak. Arra is egyedül erre, nem mutatom azt az átjárót. Visszajöttél, Gami? Nem, hegyet mászom. Hegyet mászom? Körbejárod ott őket? Hát már felmásztam jó magas. Itt fogja mindjárt beadni. Ahogy közelíteni fogok a helyhez. Aha, itt már mínusz 35 mi adta be a Very Goldot, igen. Very Gold. Azt mondja, mínusz 46. Mínusz 47. A 47 környékén adta be az extrém hideget, itt már sérülök is. Ugye egy kis fűszeres étellel könnyedén lehet játszani az extrém cold hatást. És itt van egy átjáró, ez csak átvezet ezen a egyen, ide a másik oldalra lehet átjönni. Ötözködik velem. Hogy ez a terület ez ennyi, nagyon sok jég, fém, sziklák, igen, más játékos is kihasználja ezt a lehetőséget, hogy egy ágyikóval ide lehet spannolni, nekem is azért van itt egy házam, könnyedén ide lehet spannolni, itt összeszedegetni, aztán hazavinni őket. Persze ugye ez a szerver úgy van beállítva, hogy magaddal viszed, amit akarsz. Itt vagyok a házam alatt. Ott egy emberke. Engem látsz, vagy? Nem.
Ez olyan nagy darab emberke. Ja, a falu túloldalán a másik oldalt is van egy kapu bejárat, és annak is van egy őre. Úgy, mint hogy emelő itt volt a kettő, a másik oldalt is van egy. Ja. Indulj már el. Nem indul el a lovam. Na vége. Pászor rá kell nyomni. Óvatosan, mert ott fölül eléggé kacifántos a lovaglás. Hát itt hely az van. Csak kaptam. Pár lövést. Az íjászba futottál bele? Szerintem biztos íjász volt. Ezt a szuper, besötétedik. Ezt a sziklát nem néztem. Van fákjád? Igen. Szegény lovacskám, itt össze mászik utána. Csomó jég van itt fönt. Ah, jég az minden itt van. Na, merre mentél, Gabi? Jó, egész más hiány vagyok. Arra mentél, hát jó. Falutul oldalak. Tudom, merre vagy. Már világosodik. Tudom, merre vagy. Érdekesen ilyen lilás beütései vannak a sziklának. Igen, az a Fárborián falu. A túloldalára. Na, mász már fel. Húzott a hígnek a tetején. Jövök utánad. Gyere, erre már állatok is vannak. Igen. Jövök utánad, csak megmutattam azt a kaput, amit mutattál. Húha, kicsit gyorsabban haladsz. Elkezdtél lovagolni, mindjárt gyorsabb is lettél. Vannak érdekes listájuk egyébként a falnak az oldalában vannak. Oh, megjött a Purge inváziónk. Az urás. Találkoztál valami jó kis állatta? Nem. Két kecskét nyírtam ki. Hát azok nem jutottak messzire, ezek ide fagytak a hóba. Két holttest a jégbe fagyva? Aha, itt van két holttest a hóba. Mindjárt ott vagyok én is. Igen, igen, azt láttam én is azokat. Annak. Igazából ez egy szobor egyébként. De van rakva, de nagyon jó pufán néz ki, hogy befagytak. Jó kis köd van. Igen, ezt nem látok sem. Nem lehet lelátni. Na, eltünk. Ide értem. Itt vagyunk. Be akartam menni. De arra le? Ja. Nem mehetünk. Nem sikerül a fal szélét elkapni. Nem. Imád lecsúsztam. Teljesen le akarsz menni? Persze. Itt is le tudunk.
film. No. Csak pár kör mozdulatokkal könnyedén le lehet jutni. Ó, már lenni is vagyok. És itt vagyok. Leértem. Mis? Kisebb sérüléssel. Ó. Te már kitált. Yetit. Fehér Yeti. Jó, nagy darab. Vagy. Nem nézik. Kora. Remélem koponyás. Ó, hagyjál. Csak 900 életén. Meg se mozdul. Hello. Nincs, hogy elmenekült még a végén. Isten, mekkora persze. Jaj, pont engem. Persze. Figyeld, követ egy követ. Mit akar ezzel? Szerinted? Mit akartak ővel? Nem volt ideje. Hoppá, extreme coldba vagyunk, Gavi, vigyázz. Minusz 51 fok. Jó, megállítottam. Ah, szép kis Yeti volt. Minusz 40. Itt már jobb idő van, ott volt egy polton. Minusz 51-et mutat, jobb idő van, azt mondja. Itt már csak 40. Nekem legalábbis csak 40-et ír. Fogod a fátlát a kezedbe, vagy mi? Nem. 39. A jobb a ruhám? Az alapruhám jobb lehet. Ott van még egy Yeti. Egyébként. Az se kizár. Amaszt szétszedted, volt benne valami? Nem szedtem szét. Hát izé van benne, fúr van benne, meg vastag bőr, meg ilyenek, de nem kell. Oh. Jaj! Mamut! Igen. Hirtelen megijedtem, hogy megláttam. Nem bánt. Egyébként alapvetően a játék alapbeállítása szerint nem agresszív állat, csak ha megtámadják, úgyhogy elvileg elmondtam. Ó, ott füstöl! Ott füstöl! Mellette. Itt van! Jaj! Ó, van itt több is! Van itt a három. Kettő. Három is van. Mondom, három is van belőle. Miért nem robban? Van, amelyiknek több kell, van, amelyiknek három, négy is. Oké, ez szétesett. Oké, meg is. Van még a lovadba hely? Igen. Jó, mert nálam már nem sok van. Megtérképezzük, hogy hol van ez. Aha, itt vagyunk. Tehát ez a terület után, ugye ez a terület a következő, ahol szép mennyiség van belőle. Úristen! Ajajajajajajajaj! Történt. Kezdtem megfagyni. Én nem fázok. Én nem fázok. Ez mi volt? Nem tudom. Nem tudom, mi volt ez. Mint ha becsapódott volna valami. Lehet, hogy meteor hullás volt. Lehetséges, hogy meteor hullás voltam. Egyébként. Ott is füstöl. Itt is itt van mellettem. Ott is, ott döglött a izé, látod? Látod, a szarvas meg döglött. Aha, akkor valami csak becsapott. Most volt a meteor hullás volt. Tehát ez egy olyan zóna, ahol ide csapódnak be a meteorok. Úgyhogy ezért ilyen vastagon áll. Jó, én már nem tudok többet elrakni, de már nálam is van, meg még a lóan is bele van bele. Van amelyik. Próbáld meg jobb gombbal főhúzni teljesen és úgy lőni rá.
Az akkor se jött ki. Vágos. Vágos. Csak kemény fából harapták. Aha. Itt esett. Mondanak, hogy csak a lóra vigyázzál, hogy a ló ne sérüljön meg. Határozottan kellett meglőni. Képes, képes rá egyébként. Hopp, ennyi volt. Egy szép kis párkányok, ott jöttünk le. Még egy ezres belefér az állatomba. Igen. Na, hát bele. Futottunk egy meteor záporba, mit, hogy nem intézette bennünket, vagy a lovakat. Na, az még külön jobb lett volna. Az egy rövid, rövidre zárta volna akkor a dolgokat gyorsan. Ott itt van valami nagy kapu. Oh, három mamut. Nem is tudom, hogy mamutok-e vagy ezek csak elefántok, de nagyon spécin néznek ki. Mik ezek a kis tűzhelyek? Valaki itt melegedett. Extrém hideg. Nekem nem írja az extrém hideget. Ahogy te sérülsz is. Na most jól gyülök vissza. Na, fussunk át gyorsan. Az én imám jobb egy kicsit. Itt is vannak tűzhelyek. Valaki lepakolászott melegedő részeket. Ó, itt van egy oltár. Nem oltál, ez csak egy viszél. Pedig. Nem csak dekorládák. Igen. Valaki elhagyta. Az viszont egy tábor. Toronynak néz ki. Nálam még mindig mínusz 51 fok van. Na most nálam 39-et ír pedig. Hát akkor én kifagytam. Kiakadt a hőmérő. Cracked Fjords. Na, itt viszont nem jártam még én se. Itt már vannak hullák is. Ezek izék. Dekor hullák. Aha, ez csak dekoráció. Növény. Növény van lent. Egy csapat. Ez az urat a kinges bölcsfut. Közben. Hát nem egy relaxervel, azt tuti. És hogy lehet oda átmenni? Hát úgy, hogy lemész, aztán fölmész. Másik oldalon. Itt van. Cracked Fjords, Cracked Fjords. Már megint fácok. Na megint. Hogy nek a poti legyen a bűnként. Vedd elő a fákját, azt tart a kezedbe, hát van fűteleget. Teljesen. Aha. Hát lehet, hogy igazad lesz. Ment 40 fokra. Van itt a túloldalon valahol egy karavános teleportációs pont. Igen, úgy nézem, mintha itt ilyen vaddisznók lennének. Itt vaddisznók vannak, aha. De ott arrább van egy híd. Van pici is. Hadd szalad. Na. Na, hogy már ne tudjam elintézni. Te mi nem lesz túl, nem lesz?
Na ugyanért, nem még. Milyen lusta katonáid vannak, nem nyírták még ki? Nem, persze, hát ilyenkor nem zajlik le a purge. Nyilván nem vagyunk ott. De nagyon sűrűn van egyébként. Pompokat belép. Igen, na azok már keményebb diók. A cicapicák. Hát nekem Gabi is 46-47 fok. Túl mentem azon a részen, ahol a térképen azt néztem, mint van. 48. Jaj, ez lentebb lehet egy szinttel. Mondom, hogy nálam kiakadt. Ott van lent a híd. 51 fokot mutat. Most 51-et mutat nekem is. Itt van lent egy híd túloldalra, pont a cicamicához. Megy át. Úszni kéne egyet. Nincs jelentőség egyébként. Nem? Nem hideg a víz? Nem, nincs fogás. De nagyon tetszik, hogy zöld növényzet van a víz alatt. Nincs, itt nincs olyan, hogy vizes vagy, és akkor jobban fázol. Az másik játék volt, Gabi, szerintem. Biztos. Everedik a sok Survivor game egymással. Valahol erre van viszont a izé. Pont a foltos pacimat hoztad el. Igen. Vigyázz, mindjárt megnézed, hogy tudsz-e úszni. Majdnem. Na, de miért? Én csak megnéztem, hogy tudok-e úszni. És extrém hideget mondasz. Menjél már! Hát ez nem igaz. Itt a part. Menj már ki. Na végre. Meg vagyok. Hát rövid úton hazaérek, hogyha meghalok, úgyhogy... Hószálingózás... Ez teljesen jó. Komán mennyit kell mászni, Jézusom. Megtaláltam Black Ice-t. Vannak itt szana széjjel szórva egyébként. De miért dob el? A párkányok meg idegesítenek, hogy... Elér egy párkányt és le fog dobni. Le fog felérni. Pont nem értem föl. Teleportálj! Teleportálok haza. Igen? Igen. Leestem, meghaltam. De legalább a pörzsre hazaértem. Teljesen jó. Örülök neki. Én nagyon messze vagyok. Nagyon messze vagy. El kell várnom, hogy betöltsön a pályámat. Na, hát akkor így a végére, akkor megnézem ezt a pörzsöt, ha sikerül. Nem elég, hogy a pályám sem éppen pici. Sok cuccom.
Merre kell mennem? Nem? Or. Menj már ki. Hát az nem. Nem tudom, hol jöttem fel, de hogy... Ebből nagy esés lesz, az biztos. Na, megnézem ezt a pörcsöt, hogy mi újság van vele. Takarításra azért? Úgy látom, igencsak. Kisebb hullahalom van a bejáratunknál. Az más kérdés, hogy a katonáink is... fekszenek-e? Gabi. Az igen. Hát mondjuk úgy, hogy hatékonyak voltak a harcosaink a bejáratnál. Jó. De saját harcos hullánkat nem látok. Három ijász van, meg nem látok, csak három darab harcos. Nem, a vízbe most már nem potyogtak bele, mert úgy lezártam ezt az egészet, hogy nem tudom. Ó, dehogy nem, itt vannak. Figyek. Még mindig három harcos, még mindig a vízbe úszik. Gyere ki! Ah! Prima, úgy körbe kerítettem itt ezt a részt, hogy biztos, hogy ne tudjanak beleesni a vízbe. Erre most elszaladtak a túl végre, és beleestek. Nem bírtak bejönni az állatok sem. Ezt körbe szaladtak a katonák, hogy... Nem állatok, ez az azura harca, az izé, azok harc, ezek harcosok. Jó, ezek majd visszaspannolnak. Megnézem a hullákban, mik vannak. Jók jönni a vízből. No, még roknóz is van itt hátul. Roknóz. Ja, itt fent a sziklán. Visszajöttél te is a bázisra, vagy? Vagy ott dehogy ahol? Is. Ja, ott ahol vagy. Barangolok. Még nem fagytam meg teljesen. Barangolja. Addig én kifosztom a hullákat. Hát ezek nagyon alapszintű harcosok voltak. Hopp, itt volt egy Sir Owen Enforced of Azura. Ez volt a vezér. Ez volt a vezér. És ezek szerint akkor a pörcstámadás... Pörcstámadás van ott. Pörcstámadás véghez viszi akkor is magát, hogyha nem vagy a bázison. Valószínűleg csak akkor nem, ha nem vagy a játékban. Az íjászokhoz nem jutottak föl. Hát, értékes cuccot nem hoztak, persze. Persze, majd házhoz megy, nem? Hát én is úgy gondoltam. Na, négy... négy... harcos, meg lent van kettő, az hat. Hat darab harcos van a kapunál kívül. Ebben nem tudom, van-e valami. Csinálja. A lovam az viszont ott maradt. Hopp, itt farkasok vannak. Aha. A lovamat meg kell várni, hogy visszaspannolni. Benne van a rengeteg Black Ice és Star Metal. Nádikó is. Na hát ez a rész ennyire lett volna, megmutattuk akkor, hogy hol lehet találni Black Ice-t, illetve Star Metal-t. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Aki még nem tette, az iratkozzon fel. Mindenkinek jó játékot, itt volt velem Gabi. Sziasztok. Sziasztok, mindenkinek jó játékot. Hello.